2-3 ezer ember. Szeptemberi jótékonysági koncertjéről beszél Méri Péter író. A dunaújvárosi származású művész zenész társaival együtt ugyanis egy kulturális kezdeményezést indított útjára, amelynek gyümölcse szeptember 10-én a Szalki-szigeten fog beérni. Egy fesztivál jellegű szabadtéri programot szerveznek a Dunapartra, amelyen neves előadók, mint például Pataki Attila is fellépnek majd. A rendezvény befolyt összegét pedig a mozicentrum homlokzatának felújítására ajánlja föl. Szeptember 10-én szombati nap folyamán, délelőtt az a gyerekeké lesz, tehát gyermekprogramok lesznek, nagyon neves előadókkal, olyanokkal, akiket a gyerekek nagyon szeretnek, imádnak. Majd pedig 14:30-tól elkezdődnek azok a koncertek, amik egyre inkább építkezve este 11-ig meg fogják teremteni azt a hangulatot, amire véleményünk szerint minden korosztály jól fogja magát érezni. Elmondta, a különböző kulturális tevékenységek élete részét képezik, és gyakran látogatott szülővárosára mindig is szívügyeként tekintett. Valamit tudjunk idehozni, amit esetleg más nem. Tehát, hogy olyan dolgokat tudjunk csinálni, amivel az itteni embereknek kellemes érzéseket tudunk okozni. Ez a lényeg, ezeket én szeretném tovább működtetni, szeretném csinálni, amúgy pedig éljen Dunaújváros. Hozzátette, bíznak abban, hogy a rendezvényre minél többen kilátogatnak majd.